Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Itt a tavasz, most már szinte biztosan, nincsenek már túlzott korai reggeli fagyok, és az is biztos, hogy most már a napok javarészében napsütés vár ránk, természetesen csapadék kíséretében, és ez miatt nagyon-nagyon fontos az időbeni tápanyag visszapótlás a talajokban. Erről is szó lesz majd mai műsorunkban, állattenyésztéssel is foglalkozunk, majd méghozzá tejtermeléssel, és a tavasz kapcsán természetesen a faültetés, a gyümölcsfák ültetésének az időszaka is eljött, ezzel is foglalkozunk, tartsanak velünk! Nem elég megválasztani csak magát, a jó hibridet és megvenni a vetőmagot, és az sem elegendő sajnálatos módon, hogy minél jobb módon készítsük elő a talajt. Nagyon-nagyon fontos a talajerő visszapótlás, az, hogy megadjunk minden olyan tápanyagot, legyen az makro, mezo vagy mikroelem a növényeknek, amelyre szükségük van a vegetáció során. Az optimális időben vetett búzát most a könnyen oldódó nitrogéntartalmú műtrágyákkal kell fejtrágyázni, mert az intenzív növekedéshez szükséges a tápanyag. Nagy Mékúti Endre 20 hektáron gazdálkodik, hektáronként 2000 dinár jár a műtrágyára. Szerinte a növény tápanyag pótlása nem hanyagolható el. Fejtrágyázás az okvetlen kell a búzának, mivel hogy az nélkül sokkal visszább esne ugye a terméshozam. Hát az ára az hát elég drága, de hát sajnos muszáj megvennünk és muszáj, hogy elszórjuk. Hát a támogatás az ugye lehetne egy kicsit több is, mert nem olyan nagyon kijövedelmező így a mezőgazdaság, mint hogyha a több támogatás lenne, akkor ugye sokkal kifizetődőbb lenne a buzának is ugye a termesztése. Hektárjára 180 kiló alaptrágyát szoktam mappot szórni, fejtrágyát meg 100 kilót holdjára, tehát 180 kiló fejtrágyát hektárjára. És hát ez egy olyan arany középút, amikor kicsit jobb év van, akkor jobban terem, ha szárasság van, akkor sincs akkora veszteség, mint hogyha olyan rengetegét szórnánk rá is, és akkor se biztos, hogy jövede. Jó, több haszon van rajta. A hozam alapföltétele a növény kiegyensúlyozott táplálása. A szerves trágya nélkülözhetetlen a gazdálkodásban, de az állatállomány hanyatlásával egyre kevesebb található belőle. Nagyon lényeges és fontos, hogy elvégeznünk, mert a mai világban ez a genetikailag úgy mondom kifejlesztett nagyhozam tartalmú buzák már nagyon igényezik a nitrogén, foszfor, kálium mennyiséget. Itt már nem elég a szár massza, maradványok visszaforgatása és az istálló trágyázás, itt már magas szinten szórnunk kell műtrágyákat is, hogy elérjük a kellő hozamot. A gondos gazda szerves trágyát is használ a földre, hogyha talál, vagy hogyha van neki állatállománya. Szükséges a kettőt evegyíteni, hogy a műtrágyát meg a szerves trágyát az egyik a másikát nem tudja helyettesíteni? Hát az én véleményem szerint teljesen nem. A legjobb módszer, illetve verzió az biztos, hogy a kettőnek a kombinálása. Csak a mai világban, mind ahogy az állattenyésztést elég jó az árak és a gazdasági helyzet visszaszorította, most már egyre kevesebb gazdaságnak van módja az istállótrágyádnak a használata. Az a kevés gazdaság vagy nagy gazdaság, ahol megmaradt még az állattenyésztés, ő nekik ez nem, az összes földterületüket nem födözi, a nagy gazdák, ők még persze szétszórják a saját földterületeikre, de én föltétlen olyan párti vagyok, hogy kombinálni. Amennyiben nincsen lehetőségünk, akkor én azt mondanám, hogy a szármaradványokat visszaforgatni, a minél többet a vízbe. Csak a magot levenni, úgy mondom, a földről, és akkor kevésbé ritkítsuk a földnek a humusz összetételét. Viszont a szerves trágyáról, amit akartam még mondani, az is tartom jónak, hogy tele van jó indulatú baktériumokkal, ami ugye lebontsaja a földbe a visszaforgatott szerves trágyát. A műtrágyázásnak még van egy olyan hátránya, hogyha szerves trágya nélkül használjuk, hogy savasíjuk a földet vele. Vegyszerezzük ugye vegyi anyagokkal a szervezetünket, a gabonáinkat, de mint ahogy mondtam, ugye a genetika véget, ez sem mellőzhető. A búza tápanyag ellátása több módon oldható meg, nem csak szilárd műtrágyák alkalmazásával, hanem akár levélen keresztül is. A szakemberek szerint ezt a módot csak a későbbi fázisban lehet alkalmazni, amikor van elegendő levéltömeg.
A kései vetésű kenyérgabonánál még várni kell a fejtrágyázással, mondja Vladimir Acsim, az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársa. Pšenica koja je posejana u drugoj polovini novembra je sad u fazi 2 lista, a usevi posejani prvoj polovini decembra su sada u praktičnu fazi nicanja prvog lista. Kod takvih useva nema potrebe žuriti sa prihranom, a da napomenu da će zbog porasta temperature sada fenološke faze se brzo odvijati, znači treba voditi računa i tako kad pšenica uđe negde fazu 3 lista početak pokorenja prihraniti. Upravo zbog toga da, zato što biljke u ovoj fazi nemaju dovoljno razvijen koren list, praktično još se hrane iz semena, znači iz rezervi hranjivih materija semena, tako da taj azot koji bi sad bio primjeren đubriva moglo bi doći do ispiranja u dublje slojeve ukoliko bi došlo do, znači, do značajnijih padavina. A műtrágyázás hatékonysága egy részben időjárás függő is, emeli ki a szakember. Ono što svakako ne bi baš valjalo u ovom periodu da temperature se naglo podignu, znači 20 i preko 20, jer te temperature prouzrokuju prekid bokorenja, a nam bi sad odgovaralo za ove kasnije useve da faza bokorenja kod njih što duže traje. A mezőgazdászok egyébként május 1-től adhatják be a műtrágya számlákat, és igényelhetik a kilónkénti 10 dináros, illetve a hektáronkénti 2000 dináros támogatást a műtrágyára. Mint mondják, ebből a pénzből nagyon szűkösen lehet minőségi tápanyag utánpótlást végezni, de a hozam elérése érdekében muszáj trágyázni. A következőkben az állattenyésztés nehéziparával, a tejtermeléssel foglalkozunk. Mintegy 80 fős állatállomány, napi 600 liter tej. Egy sikeres gazdaság alapföltétele a minőségi tej előállítása, az istálló átlag növelése. A felvásárlók által szabott követelményeknek egyre nehezebb eleget tenni, vallja Fábrik Péter gazda, aki szüleitől örökölte a gazdaságot. Szóval nagyon nehéz egy átlagot venni, mivel hogy mindegyik egyednek már másfajta tápanyag szükségeltetik. Lassan és biztosan azért ki lehet sajtolni belőlük a 21-22 litert, megtartani már nehezebb. Ez változik, már az időjárás. Miánt az átlag hőmérséklet 5 fokkal esik, akkor már ez észlődik a jószágon is. Amikor már olyan 20-21-22 tehén átlagról beszélünk, akkor ott 1-2 liter az már haszonnak számít. Persze, hogy ilyen 35-6 dináros tejár fölött. Ha ez alatt van, például 32, ez mind a minőségtől függ, akkor ott már ez vesztességes. A takarmány az kihatással van a tej mennyiségre és minőségre? Persze, hogy. Már 8-as lisztnek a minősége, és nem mindegy, hogy melyik malomtól vásároljuk a 8-as lisztet. Annak is az összetétele, hogyha fejhesebb, a sokkal jobb a tehén böndő tartalmának. A lisztesebb az inkább elsavas íja, szóval már a 8-as liszt összetételén is már sok múlik, aztán a szója szaknak az összetételén is nagyon sok összetevő múlik az, hogy egészséges legyen egy tehén. És sajnos a fölvásárlók ezt el se tudják képzelni, hogy mi fánterem, ők nézik az ő elvárásaikat. Amikor költséghatékonyságról beszélünk, akkor tulajdonképpen a takarmány saját kezű előállításában is lehet költséghatékonyan gondolkodni. Nem biztos. Néha a saját erőből kitermelt takarmány néha drágább, mint hogyha megvásárolnánk a mostani viszonylatban például, mert sok időbe telik mondjuk rá földeket bemunkálni, azokat belerakni a műtrágya árát, a nafta árát, a permetszereknek az árát, várni vele egy évet, mire majd az valamikor megtérül, és addig mind persze előre fizessük az állami földekre az árrenda bérletet egy évre, sőt néha kettőre is, és akkor azért elgondolkodtató azt, hogy inkább megveszem, és addig forgatom a pénzt, és lehet, hogy olcsóbban jövök ki. Mivel amikor még 4-5 éve nem voltak állami földek, akkor is jó fele akkora állomány volt, de könnyebb volt a teheneknek a kitartása, mivel csak is a jószágok kellett foglalkozni, nem pedig a földdel. Amikor az állatállományról van szó, akkor mely fajtákat illik választani, hogy tényleg egy minőséges gazdaságot állítson be a gazda?
Hát a fekete holstein az tejtermelésre kitűnő, de hogyha hízlalással is szeretne az ember foglalkozni, mondjuk 4-5 éve, akkor még csupán a holstein tehenek azok nagyon nagy teret hódítottak. Most már a mostani viszonyok inkább a kettős hasznosítású teheneket látják előtérben, mivel hogy minél több lábon áll a gazda, annál több felé bír fordulni, mivel ezek a nagy támogatások mindig lassan és nagyon nehezen érkeznek ide, meg sokszor ide se érkeznek, és akkor, hogyha hízó bikákat ad el az ember, akkor azért csak pótolja a tejárát. Egy 80 fős állatállományra érdemesek hitelt fölvenni, hogy fejleszten, bővítsen a gazda. Mostani kedvező hiteleket talán érdemes kihasználni. Én nem szeretek kreditet fölvenni. Hála Istennek jelen pillanatban csak egy fejlesztési alapos kölcsönünk van, amit 2 éve használtunk ki, egy nehéz tárcsát vásároltunk. Ez az egyetlen egy kölcsönünk van, hála Istennek, és örülök is neki, hogy nincs-e. Hogy lesz-e? Hát ez mind attól függ, hogy milyen könnyen tudnánk esetleg pályázati pénzekhez hozzájutni, mivel hogy azokat pótolni kell, és mivel hogy itt a tavasz, ezért próbálunk saját magunk támogatásából élni, szóval inkább termét adunk el, akármilyen kevés is most a kukorica ára, vagy a búza ára, inkább saját magunk erejéből próbáljuk ezt megoldani. Milyen jövőképet lát a tejtermelésben? Közelkép azt mutatja, hogy nem sokáig fog ez ilyen szinten, mint ahogy én is csinálom, hogy ez nem farm, van saját laktofríz, meg szép állomány, meg minden, de nagy investíciók kellenének itt még ahhoz, hogy egy Európai Uniós követelménynek mi eleget tudjunk tenni. Az meg rengeteg pénzt emésztene fel, ami azért elgondolkodható, hogy a mostani tej haszon kulcs, ami létezik, ez nagyon kicsike. Szóval ebből nagyon nehezen lehet fejleszteni. Ezért egy 3 éve már szinte majdnem, hogy toporgunk egy helybe, és várjuk a változást. A változás meg sose nem jó irányba folyik itt nálunk. A fiatal gazdák, akik kitartottak a tejtermelés mellett, a minőségi nyers tej előállítására törekednek, de azt szeretnék, ha a feldolgozó és az állam jobban megbecsülné munkájukat, és a fejlesztésekre nagyobb állami támogatás járna. A tavasz kapcsán a gyümölcsfák ültetésével is foglalkozunk. Sokan azt mondják, hogy az őszi faültetés eredményesebb kisfákat hoz létre, viszont a tavaszi ültetéssel is semmiféle gond, abban az esetben természetesen, hogyha minden okszerűen és szakszerűen követi egymást. Tavasszal országszerte fel annyiba kerülnek a facsemeték, mint az őszi ültetés során. A szilva az ősszel 300 dinárért ment, tehát itt Csacsánszka Lepotica, Csacsánszka Rodna, Stanley szilvánk volt. Az almát, tehát ami kevesebb volt, tehát azt 150 dinárért adtuk ősszel, most már, tehát leengedtük 100 dinára, de ha többet visznek, akkor még olcsóbban is adjuk. A cseresznye és a megy, az 300 dinárért adtuk ősszel, most már 200 dinár, de nincs is a kínálatunkban, tehát mind alattuk. Vajdaság területén az alma termelés a legjellemzőbb. A termelők egyre több fajta közül válogathatnak. Az alapján, hogy mi a legmegfelelőbb a talaj szempontjából, illetve hogy hány éven belül lesz termő a fa. Az utóbbi időben a környékünkön is, tehát elkezdték telepíteni az újabb ültetvényeket, ezeket úgy hívják, hogy intenzív művelésmódú ültetvények. Itt merőben különbözik a két fajta ültetvény, tehát a régi hagyományos gyümölcsösről beszélek, és az újabb fajta ültetvényekről, amiben tulajdonképpen különbözik az ültetvény, az tehát egy bizonyos területen nagyobb tőszámmal, tehát több növénnyel dolgozunk, hamarabb fordulnak termőre ezek a növények,
már a második évben például lehet betakarítani a termést róla, ezen kívül jó minőséget ad, nagy termésmennyiséget ad. A termelők többsége azonban még félve vállalja az új fajta telepítését. Egyelőre a középerős növények mellett döntenek a facsemete kiválasztása során. Domonkos Rezső termelő 2016 őszén telepített ültetvénye középerős növényekből áll. Nem számít szuperintenzívnek, mivel hogy mi M111-es alanyon ültettük őket, mert nekünk ez vált be. Tehát manapság már sokkal sűrűbbre is ültetik. De mi úgy gondoltuk, hogy még ez nem vagyunk benne biztosak, hogy tudunk építeni támrendszernek, és ezek a fák támrendszer nélkül is megállnak. A régebbi ültetvények fajtáihoz viszonyítva az új csemeték ára jóval magasabb. Ez szintén nagyban befolyásolja a választást. Pap Mónika úgy véli, hogy a jövő az intenzív művelési módú növényeké. Ugyanis pont a gyorsabb termővé válás, illetve a rövidebb élettartam miatt jobban ki tudja elégíteni a mai piaci igényeket. Ezek a növények, amelyeket az újabb ültetvényekben használnak, ezek a növényeknek másfajta habitusa van, tehát másfajta a növekedési sajátossága. Mit értek ez alatt? Például mindegy, hogy milyen talajról beszélünk, gyenge növekedésű alanyokat használnak ezekben az ültetvényekben, például M9-es alanyt. Ezen kívül ezek kisebb fát nevelnek, valamint ugyanúgy bőtermőek, ugyanúgy hamarabb fordulnak termőre, viszont az első osztályú gyümölcsöknek a száma az magas. Vidékünkön egyelőre többségben vannak a régi, hagyományos ültetvények, de szakértők szerint szép lassan felváltják őket az új fajták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövő heti Pannon Gazdában majd zöldségtermesztéssel is foglalkozunk. Tartsanak velünk akkor is, várom Önöket a viszontlátásra!